Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Péntek, szombat, vasárnap. Itt a virágos kártyák jelentik azt, hogy mi az energia az egyes napokon. A pénteki napon itt van a szerencse, az áldás. Lesz egy jó hír, vagy boldog vagy, lehet, hogy lesz egy szerencsés fordulat, vagy nyeremény. Ezen a napon szerencse ér téged. És megnézzük, hogy még mit mutatnak a kártyák. Itt látható a park, ez jelenteti a természetet. Lehet, hogy lesz szerencséd, mert összefutsz valakivel a nyilvánosságon. Itt a kereszt jelenti a hitedet, és ez a virág az áldást. Lehet, hogy imádkoztál valaki miatt, vagy valami miatt, és most itt van az áldás, ezt megkapod. A kereszt az jelent fontos döntéseket is, hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ami a szerencsét és a nyilvánosságot illeti, ez lehet egy véletlen találkozás is, amikor a sors utatok kereszteződik. A szombati napon ez a virág hat, és ez azt jelenti, hogy te megbántál valamit, vagy ő bánt meg valamit, és bocsánatot fog kérni. Itt látható a felhő, ami átláthatatlannak tűnik. A felhő jelenti az időt is, mégpedig fél évet. Lehet, hogy fél évvel ezelőtt történt valami, ami számodra kellemetlen volt, és te ezt megbántad, vagy valaki visszatér hozzád, és bocsánatot kér tőled. Miután a felhő eltűnt, mindaz, ami átláthatatlan volt eddig, akkor itt lesznek változások, mégpedig egy pozitív változás, erre utalnak itt a gólyák. A szombati napot itt láttuk, vasárnap az itt látható, és ez a virág jelenti a szabadság érzetét, hogy kilépsz egy szűkös helyzetből, vagy neki van szüksége a szabadságra. Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt látható a kígyó, ez jelentheti a változásokat, a megújulásokat, de lehet egy nő is. És itt vannak a viták, a veszekedések. Ez a nő lehet a te környezetedben, egy barátnő, egy kolléganő, vagy valaki a családból. Itt voltak félreértések, ő ezt ugyan megbánta, de mégis valami még átláthatatlannak tűnik, vagy ő változtat a véleményén, vagy lépj ki ebből a helyzetből, és légy független. Amit a kártyák még mutathatnak, hogy neked van egy lelki társad, és nála vannak viták, veszekedések, és kilép ebből a kapcsolatból, itt van a változás, és ez a virágos kártya azt jelenti, hogy lezárja ezt a kapcsolatot, kilép ebből a helyzetből, szabad lesz. Lehet, hogy számodra ez előnyös, és pontosan ez jelenti itt a szerencsét, amikor itt találkozni fogtok.
És ez volt a hétvégi szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy keresd meg a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja Naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera.